Ennek a kutatásnak az volt a célja, hogy feltárjuk, hogy a 18 és 59 év közötti magyar lakosságon belül milyen tipikus életutak vannak, és 6 életutat különítettünk el egymástól. Van egy tradicionális nevű, ez jellemző a legtöbb emberre, illetve van egy vagyontalan életút, így neveztük el. Ez a kettő nagyon hasonlít egymásra. Valóban egy ilyen tradicionális modellt követ, munkába állunk, befejezzük a tanulmányainkat, elköltözünk otthonról. Ez nagyjából ez a két életút a magyar társadalom felére, körülbelül felére jellemző. A tradicionális és a vagyontalan abban különbözik leginkább egymástól, hogy mikor tudnak egyáltalán megtakarításokban gondolkodni, egyáltalán tudnak-e megtakarításban gondolkodni. Van egy értelmiségi életút, aminek a legnagyobb jellegzetessége az, hogy a tanulmányok kitolódnak, és ennek következtében aztán minden más is ki tud tolódni. Van egy építkező életút, talán ez tűnik a legtudatosabbnak, az életesemények azért itt is nagyon kitolódnak, viszont egy nagyon tudatos építkezés figyelhető meg. Például egy nagyon érdekes jellegzetessége ennek a csoportnak, vagy ennek az életútnak, hogy az elköltözés, vagyis az önállósodást követően még eltelik 1-2-3 év addig, hogy egy tartós, igazán tartós, komoly párkapcsolatot kialakítson az ember, és mondjuk ezt a pár évet arra használja fel, hogy például pénzügyi tartalékokat képezzen, és megalapozza a későbbi, akár már páros életét. Van egy páros életút, ennek az a legnagyobb jellegzetessége, amire a neve is utal, hogy viszonylag korán tartós párkapcsolatot alakít ki, és aztán igazából az egzisztencia megteremtése, az öngondoskodás, minden más, olyan is, amit adott esetben az ember nem feltétlenül csak párban tehetne meg, ezt már ők ketten közösen teszik meg. És van egy eszményi vagy idealista életút, ami a leginkább fiatalos szegmens ebben a szempontból, talán ezért is igaz rájuk az, hogy ők még úgy gondolják leginkább, hiszen még sok mindennek előtte állnak, hogy ők azt az életutat fogják tudni követni, amit egyébként jelen pillanatban a magyar társadalom a ideálisnak tart. Azt gondolom nem meglepő, hogy azt tapasztalható, hogy azért a mai fiatalok esetében bizonyos események későbbre tolódnak. Ilyen ugye például a házasságkötés, a gyermekvállalás. Ez jellemzően később következik be, mint mondjuk a szüleiknél történt. Viszont például a megtakarítások, a pénzügyi tartalékok képzése, az öngondoskodás, és ez akár már egy nyugdíjcélú takarékoskodást is jelenthet, ezek viszont korábbra tevődnek, tehát a mai fiatalok sokkal akár 8-10 évvel hamarabb elkezdenek takarékoskodni és öngondoskodni, mint ahogy a szüleik tették.